Évről évre egyre több a telefonos csalások száma, magukat banki alkalmazottaknak kiadó telefonos csalókra figyelmeztet a román rendőrség. Az áldozatok készülékén nem valódi hívószám jelenik meg, hanem egy másik szám, amelyet a csaló előre beállított, hogy megtévesze az áldozatot és elnyerje a bizalmát. Ez az úgynevezett hívószám hamisítást alkalmazó csalók lényege. A csalók a romániai kereskedelmi bankok telefonszámát használják azt hazudva, hogy banki alkalmazottak, és közlik, hogy a bank jóvá hagyta a kölcsönt. Az emberek általában azonnal visszavonják az állítólagos hiteligényt, amikor ezt hallják. A telefonáló ezáltal kihasználja a felfokozott érzelmi állapotot és elkéri az áldozat személyes és banki adatait azt állítva, hogy ezek szükségesek a csalás bejelentéséhez, és ha esetlegesen pénzt tűnt volna el a számlájáról, hogy azt is vissza tudja majd szerezni. Arra figyelmeztet a hatóság, hogy mielőtt bármi személyes információt kiadnak, ellenőrizzék a hívás valódiságát, ne válaszoljanak az ilyen kérésekre és azonnal szakítsák meg a hívást. Ha mégis megadták a bankkártya adatait, azonnal értesítsék a bankot. Ha pedig kárt szenvedett, feljelentést kell tenni a rendőrségen, illetve tájékoztatnia kell a kiberbiztonsági igazgatóságot.